Tisztelettel köszöntöm a kedves kézilabda barátokat, szurkolókat, televízió nézőket. Ismét NB1-es férfi kézilabda mérkőzést láthatnak a kiskörösi kábel televízióban. Megoldódtak a problémák, és pont egy neves, mondhatni világhírű csapat ellen játszik a kiskörösi csapat. A nemzetközi kupákban is múlttal rendelkező PIK Szeged gárdája az ellenfél, ahol válogatottakkal, volt válogatottakkal, ifjúsági Európa-bajnokokkal teletűzdelt csapatról van szó. Magabiztosan állnak egyelőre a tabella harmadik helyén, de azonos pontszámmal, mint a Fotex Veszprém gárdája. Így tehát bármelyik éllovas botlása esetén akár jobb helyre is kerülhetnek, de a szegediek a sok fiatallal egyelőre elégedettek a harmadik helyjel, a dobogós helyjel, hiszen az utánpótlás nevelés ugye Szegeden is világhírű, ahogyan a felnőtt csapat is. Itt játszik ugyanis Nagy László és Budai Dániel, akik nagyon tevékeny résztvevői voltak a tavaly ifjúsági Európa-bajnokságot nyert magyar férfi válogatottnak. És már a mai meccsen itt van a tehetséges ifjú kapus Nagy László öccse, Nagy Levente, ami azt jelenti, hogy a szegediek a mai mérkőzésre három kapust neveztek. Nálunk a mi keretünkben kettő kapus van, Nagy Péter és Gyetyák Tibor. A mai meccsen nem játszhat Szotyori István a két csapat megegyezése alapján, ugyanis Szotyori a Szeged játékosa volt, és általában az ilyenkor szokásos módon azzal a gárdával szemben nem játszhat, ahonnan érkezik a friss igazolás. Így tehát 11 hadrafogható felnőtt játékos mellett a mai keretben három helyi tehetséges ifjúsági korú játékos, Szabó Tamás, Harcos Károly és Szentgyörgyi Józsi is helyet kapott. Teltház a sportcsarnokban, mint egy 300 néző érkezett Szegedről elképesztő hangorkánt keltve a kiskörösi sportcsarnokban nem megszokott módon, hiszen idegenbe nem sok csapatot kísér el ennyi hű szurkoló, mint a szegedieket. Igaz, nekik ez a legközelebb lévő ellenfél az összes többi NB1-es csapat közül. Így tehát a hétvégi kirándulás kiskörösre indokolt a szegedi szurkolók részéről. Na meg hát abban is bíznak, hogy biztos győzelmet arat a csapatuk, és lehet ünnepelni. Nálunk a mai mérkőzésen mutatkozik be az új edző, a Kolics Jánost követő Koleszár György. Sajnos a bemutatkozása nem a legjobban sikerült, hiszen irányításával még nem szerzett pontot az együttes. De nézzük a mai találkozót, majd közben lesz időnk beszélgetni még az új edzőről, az eddig lejátszott találkozókról, amelyeket sajnos a televízióban nem láthattak a kedves nézők, de most már Nagy Laci és Gyetyák Tibor kapujába Nagy László elhelyezi az első szegedi gólt. A legújabb sárga cipős dizájn látható Nagy László lábán. 1-0 arányban vezet a Szeged. A mi kezdőcsapatunkban Golovin irányít. Németh Zoltán, Bendó Csaba. A másik szélen Farkas Roland és Makai az átlövő. Szergej Tolstik beállósként a kezdőcsapatban, és ahogy már az előző támadásban láthattuk, Gyetyák Tibor véd.
óriási tömeg a sportcsarnokban, hihetetlen érdeklődés előzi meg a mérkőzést, Rosta kap sárga lapot. Rosta István ugye, aki a Dunafer és a válogatott beállósának testvéröccse, le sem tagadhatnák egymást, annyira hasonlítanak. Makai István a fiatalabb, azért néhány kilóval kevesebb, mint Miklós. Közben Budai nem hallotta a sípszót és megindult a kapunk felé. Nézzük támadásunkat. Makai, Golovin, Nagy Lacival ütközik, szabad dobás. Törlést kérnek a szegediek, óriási fal magasodik a középső embereink előtt, hiszen ott van Doros Ákos, aki 204 cm magas, 107 kg, és a hatás fokozása érdekében még a hajától is megszabadult a szegediek beállósa, tehát félelmetes látvány nyújt, Gerhát pedig véd, és Farkas Roland a kipattanó labdára a leghamarabb érkezik, és kiegyenlít. Farkas Roland, ahogyan Szotyori István is Szegeden nevelkedett, ismeri tehát a szegedi játékosokat. És Fejes Endre is persze, aki egyelőre a kispadon beállósként láthattuk, Pécs elleni bajnokin jó formában játszott. Azon az egy gólos hazai győzelemmel végződött találkozón, amely után Kolicsi János megvált kiskőrösi csapattól. Bartók kifelé ítélnek, és Tolsztik sárga lapot kap. Ajajajajaj, micsoda ellentmondás a két játékvezető között. Ajajajajaj. A mezőnybíró határozottan kifelé mutatott, az alapvonalbíró pedig Tolsztiknak adott sárgát. Makai lövését leblokkolja, hát persze, hogy leblokkolja ez a sűrű erdőként magasodó blokk, és Nagy László technikai hiba. Nem vette észre a játékvezető. Na mindegy, Szergej Tolsztik sárga lapot kapott, de a labda ismét a vendégeknél. Budai, Bendó Csaba útját állja, kapja a köszönetet Golovintól. Golovin középen irányít és védekezik is. Budai. Leérkezett Budai, de közben kap egy fautot, ezért jár a szabad dobás. Bartók Csaba, aki most csak támadásban van a pályán, Rosta jön, fölad Nagy Lászlónak. Bartók ütközik Golovinnal. Bravo, Golovin, jól érkezett. Két nagyon jó szélső a szegedieknél, Avar György és Berta Róbert. Mindketten sérüléssel bajlódtak az elmúlt időszakban. Bartók Csaba pedig iszonyatos erővel lerázza magáról a védőket, és Tyetyák kapujába lövi az újabb szegedi gólt, melyel 2-1 arányban vezetnek most a szegediek. 5. perc. Farkas Roland elindul a balszérről, Németh Zoltánra kilép Rosta. Németh, jó lövés! Bizony, hogy jó! Németh Zoltán kiegyenlít. Koleszár edző első megállapítása egyébként az volt a csapattól, hogy önbizalom hiánnyal küzdenek. No, és ami ezzel párhuzamos, az erőllét hiánya. És ugye amikor fogy az erő, akkor már hiába akar a csapat. Nézzük majd a mai találkozón. Egyelőre jól álljuk a sarat, de hát még csak a 6. percben járunk. 2-2. És ugye a Szeged telistele fiatal, erőteljes játékosokkal. Bartók, Nagy László induló csel, Makai tovább engedik a bírók szerencsénkre, valljuk meg.
És most igen, Makai meg is kapja az előző védekezési hibáért a sárga lapját. Budai, Bartók, és Bartók megint elindul, fönt viszi a labdát, nem tudjuk megállítani. Bartók Csaba újravezetést szerez a vendégeknek. 3-2, Bartók második gólja volt ez, és a helyén Doros védekezik, mert egyelőre Rosta támadásban a beállós. Nálunk marad a csapat, támadásban Bendó, Golovin, jön Bendó újra, Makai, ott a labda! Hát egy faultot megért volna, Szergej Tolsznyik kezére ütöttek, Németh Attila, aki Pécsről érkezett, Budai 4-2. Budai ott maradt a szélen üresen, nem ért vég vissza a jobb oldali védelmünk. Budai első gólja a találkozón, 4-2 a Szeged javára. Hát bizony, Szergej Tolsznyik javára megítélhettek volna egy szabad dobást az előbb. Először két gólos a különbség. Tapadnunk kellene. Bendó! Hey, de pimasz gól! Bendó Csaba, Gerhád, Zoltán, Eszén nagyon-nagyon túljár. 4-3. Gerhád Győrből érkezett, főiskolai világbajnok, tehát Nagy Péter jó ismerőse, hiszen ők ketten voltak a főiskolai válogatott kapusai. És persze ezüstérmes is, hiszen egy arany és egy ezüstérmet szerzett a férfi főiskolai válogatott. Nagy László gondol egyet, és egy rövidke indulócsel után fölemelkedik, és második gólját szerzi. Ez az a fegyvere a Szegednek, amely ellen nem sok tennivalónk akad. Ha időben nem érkezünk ki, és a mezőnyben nem szabálytalankodunk az átlövőikkel, hiszen magasak, gyorsak, és nagyon pontosan lőnek. Fejes jön Tolsznyik helyére, már is cserél tehát Koleszár György, aki egyébként az idei bajnokságban 7 mérkőzésen éppen a PIK Szeged kispadján ült, majd a Dunafertől elszenvedett vereség után menesztették, és Kővári Árpád lett a vezetőedző. Tehát ismeri a PIK Szeged gárdáját Koleszár, neki egy presztízs meccs is lehet ez a mai. Makai, Golovin, ejjjjj, Németh Zoli kiejti a labdát. A másik Németh Attila, és Nagy Laci nem csak hogy magas, hanem gyors is, és már 3 gólos. 6-3 a PIK Szeged javára. Németh Attila, aki egyébként válogatott, sokszoros válogatott volt, Pécsről érkezett Szegedre. A pécsi csapatban Horváth Tamással ők voltak évekig a motorjai a pécsi csapatnak. Golovin és Farkas Roland megmenti a kipattanót. Igen. Golovin hatalmas lövést zúdított a kapufára. Sajnos csak a kapufára. Farkas Roland elvállalja át a másik oldalra. Szabad dobás. Berta Róbelttel ütközött Farkas Roland. Golovin, ajaj, belenyúlnak. De hát úgy látszik, mi is beleértünk, hiszen nem sarokdobás következik. Sajnos elveszítjük a labdát újra. Most fölállt fal ellen, támadnak a vendégek, ugye lőtek indulásból gólt.
átlövésből nézzük, most egy begyakorolt figurát fognak elindítani. Bartók viszi keresztbe Nagy Lacinak, Budai elvállalja, de Budai bennáll a hatoson belül, a kipattanót úgy próbálta megszerezni. Lehet menni és szépíteni, Bendó. És a zsűri asztalnál sípszóval megállítják a mérkőzést. Kabok József, a zsűri elnöke. Az történhetett, hogy a szegedieknél szabálytalanul cseréltek a cserevonalon kívül, vagy pedig előbb lépett pályára a cserejátékos, mint ahogyan lejött volna a másik játékos. Így tehát 2 perces kiállítást kapnak büntetésképpen a szegediek 11 perc játék után. Kővári nehezményezi, hogy a kicsi hely miatt cseréltek szabálytalanul. A tény, emberelőnybe kerülünk. Német, és rögtön ki is használjuk az emberelőnyt. Egy jó húzás után Németh Zoltán második góljával följövünk 6-4-re. Másfél percig még emberelőnyben vagyunk. Beállós poszton nincs most játékos, nem tudni kivállalta a 2 perces büntetést. Valószínű, hogy egy ifjúsági vagy cserejátékos írtak be, kiállítottnak, mert a... vagy éppen ha a zsűri elnök megnevezte a szabálytalanul cserélőket. Na mindegy, majd a félidőben megnézzük, hogy kinek a neve mellé írjuk be a kiállítást. Nagy Laci minden esetre elkövetett egy belemenést. Ember hátrányban támadtak, és ez megzavarta a szegedieket. Följöhetünk egy gólra, 6-4-es állás. Farkas Roland elvállalja, és nagyon szép gólt lő! Egy ember hiányzik a szegedi védelemből, és ez rögtön 2 gólt eredményez. Farkas Roland és Németh Zoltán révén feljövünk 6-5-re. Farkas és Németh 2 gólos. Cserélnek a vendégek a kapuban, beballag Nagy Zoltán a kapuba. Hoppá, Golovin. Nagy Laci megpróbálja eljátszani, hogy lerántották. Letelik a kiállítás. Nagyon jól használtuk ki az emberelőnyt. Nagyon rég láttam ilyet, hogy egy emberelőnyös helyzetből 2 gólt lövünk, és egyet sem kapunk. Pont egy ilyen jó csapat ellen, mint a Szeged. És ezzel újra szorossá tesszük a mérkőzést a félidő feléhez közeledve. Tehát Gerhátot lecserélte Kővári edző, és Nagy Zoltán, ő még nem Nagy Laci testvére, a 3. kapus lesz az majd, ha szerepet kap Nagy Levente. És Bartók ugyanúgy, ahogyan már 2 alkalommal ezen a mérkőzésen 3. is gólt szerez. Egyéni akció, kihasználja iszonyatos fizikumát, lerázza a védőjét és tisztán lő a kapuba. 7-5, 14. perc. Nagy Zoltán véd, Golovin lövését hárítja. Bendó még elől marad, ott kotnyeleskedik egy kicsit, hát ha szerez egy labdát. Budai, ketten is ott vannak, Tolstich és Bendó megállítják. Kissé határozatlan volt Nagy Laci is, és Budai Dániel is.
nem vállalták a lövést, így a védőik oda tudtak érni. Ajaj! Makai előtt egy induló csel, Makai aztán föladja, nem megy Nagy Laci után, és ez a veszte. El kellene menni vele, el kellene kísérni, ugyanis nagyon-nagyon szabadon, tisztán lőte negyedik gólját a szegediek válogatott jobb átlövője. És ezzel újra 3 gól a különbség, 8-5. Golovin lejön támadásban, jön Fekete Laci. Ő is játszott Szegeden egyébként. És Szegeden azóta is a jó játékára, a jó hírére emlékeznek Feketének. A mérkőzésekről mindig megjelenik Szegeden is egy újság. És amikor Szegeden játszott a kiskörösi csapat, abban Fekete Laci nevét külön kiemelték, hogy jó játékosnak tartják. Hát nézzük, Fekete Laci bizonyítja-e, nincs alkalma rá, hiszen a háta mögé kapja a labdát, amivel nem tud mit kezdeni. Különben is régóta adós Fekete a jó játékkal. Új edző, régi csapat, mármint hogy az ellenfél is, és amelyben játszik is. Nagyon jó lenne, ha valaki egy kis szint vinne most a játékunkba, hiszen újra 8-5, 3 gól a különbség. Bartók. És Tyetyák! Rosta lövését ugyan hárítja. Bendó kap egy sárgalapot, ő lökte el Rosta Istvánt. És Bartók Csaba, a csapatkapitány, vállalja az első büntetőt. Nagyon finom mozdulattal értékesíti a hetest. 4 gólos Bartók. 9-5. 4 góllal elhúz a Szeged. Koleszár időt kér. Indokolt a dolog. Támadásban is újat kell majd játszani. Tolstik helyett Fejes a beállós. Golovin helyett majd Fekete Laci irányít, meg kell beszélni, hogyan lehetne feltörni a szegediek iszonyú védőfalát. Magasságban mindenképpen hátrányos helyzetben vagyunk, és most ezzel a két cserével tovább alacsonyul a csapat. De hát ha a gyorsaságot, a leforduló készséget helyezi most előtérbe Koleszár György, ugyanis Fekete és Fejes is fordulékonyabb, gyorsabb talán lábbal, mint Tolstik és Golovin. Most egy ilyen taktikai váltást próbáljunk meg figyelni, sikerül-e? Fekete, ott van, igen! Erről van szó! Fejes, ott terem! Farkas Roland észreveszi, jön a labda, Fejes lefordul gyorsan, és egy szép ejtéssel megszerzi első gólját. Hát ez eddig bejött. 9-6. Bendó. Van erő Bendó Csabában. 2 méteres budait átkarolta, és egy tapottat sem engedte tovább menni. Nincs egészen 2 méteres budai Dániel, de azért Bendó Csabához képest bizony egy fejjel magasabb. Most jó a védekezésünk. Igen, mindig jut egy labdás emberre, egy védő, de sajnos Berta lövése becsorog Tyetyák lába alatt, mellett szerencsétlen gólt kapunk. Tizennyolcadik perc, Berta lőtte a Szeged 10. gólját, és ezzel 10-6.
Farkas Roland jött volna, ha Berta Robert nem löki meg. Így a levegőben nem tudta átvenni a labdát. Lelépett. Fekete elkapkodja, Berta indul a lepattanóval, középre játsza, Nagy Laci pedig a kapufáról belövi 5. gólját. Fekete rossz lövése után Berta volt a leggyorsabb, önzetlenül középre játszott, és Nagy Laci nem hibázza el az ilyen lehetőségeket. Tehát amellett, hogy magas, nagyon gyors is, sok energiát fektettek abba, hogy Nagy Lacit felgyorsítsák, az izomzatát megerősítsék. Most sajnos Farkas Roland átadása a fejes lábához ér. Így elveszítjük a labdát. 11-6-os állás. Most érkeztünk el a legnagyobb különbséghez. 5 góllal vezetnek a vendégek. Bendó labdát lop, és elvállalja a harcot Budaival, de aztán nem jól pattan az átadása. Farkas Roland és Bartók Csaba szabálytalankodik. Avar helyett Németh Attila a pályán, Bartók helyett pedig Doros. Két embert tehát folyamatosan cserélnek a vendégek támadásban, illetve védekezésben. Makai. Fejes! Ájjajjajjaj! Kimarad a helyzet, de megkapjuk a 7 méterest. Doros sárgát kap. Újra a gyors beállós játék, a gyors lefordulás, és Bendó hetest lőhet. Nagy Zoltán lába között a 20. percben 11-7. Bendó második gólja. Az első 7 méteresünk volt a találkozón, amelyet belövünk. 4 gólos különbség. Egy jó védekezés kellene. Budai és Csetyák hova nyúl vissza bal kézzel. Farkas Roland megszerzi a kipattanót. Nagyon jó. Makai. Golovin most lelassítja a játékot, egy szervezettebb támadójáték mindenképpen, mint az őszi bajnokikon láthattunk, hiszen több olyan támadást tudtunk befejezni, amikor vagy a szélső ott maradt helyzetben, vagy a beállós. Egyelőre nem az 1-1-es játék dominál, tehát az egyéni akciók, hanem van formája a támadásainknak. Fejes föllép a falból, Nagy Zoltán, vagy Németh Zoltánnak fölad. Leblokkolják azonban a lövést, sarokdobás után Makai. Közbelövés! Ütemtelenül fölemeli a labdát Makai, és Nagy Zoltán nem számít lövésre. Makai első gólja. 11-8. 2-t faragunk a hátrányunkon. 22. perc. Nagy László eladja a labdát, Rostát ugyan löktük, de hát ezt most nem ítélik meg a játékvezető. 3 egymást követően elrontott támadás a szegediektől, ebből 2-t mi góllal válaszolunk meg. A harmadik lehetőségünk is adott. És most 5 gólról 2-re jöhetnénk vissza. Golovin. Ajajajajajajajaj. A földről próbálkozott meg Golovin. Marad Doros, pedig már visszaérnek a védőink,
és Nagy László elvállalja a bejátszást, Doros pedig él a lehetőséggel, eddig nem játszott támadásban, most indult, és ha már egyszer ott volt, Nagy László adott neki egy gólpaszt. 12-8. Két gól helyett most újra 4 a különbség. Bendo, ajjaj! Okosan tette Bendo, nem volt biztos a labda megszerzésében, ezért oda pöckölte Németh Zoltán elé, így biztosan miénk maradt a labda. Makaiban középen, Golovin, visszaadja a labdát, Farkas Roland, és mellé csurog. Nagy Zoltánt eltalálta a labdával Farkas Roland, és onnan nem a kapuba, hanem a kapufa mellé pattant a játékszer. Marad a 4 gólos különbség, 12-8, 24. perc, fejes helyett Tolstik most védekezésben a pályán. Nikola Eklemovics, a szegediek idegen légiósa a pályán. Makai taszít rajta egyet, Berta, újra Eklemovics, milyen labdát ad! Eklemovics elnéz balra, aztán Rostának olyan labdát ad, hogy ilyet csak a mesében lehet látni. Eklemovics becsapta az egész kiskörösi falat. Szenzációs megoldás. Azt kell, hogy mondjam, ritkán látható ravasz bejátszás. Rosta leblokkolja Németh Zoltán. És aztán ünnepli önmagát, hiszen az előbb gólt szerzett, most pedig jól védekezett. Van oka rá, hogy ünnepeljen, tegyük hozzá. Bendo! Ej, Bendo! A szélről fölkanyarodik, és valami villámlövést ereszt Nagy Zoltán kapujára. Tehetetlen volt Nagy Zoltán. Fönt védekeztek a srácok, mutatja az edzőnek. Ő pedig nem látott semmit, hogy Bendo hova fog lőni. 13-9, Bendo 3 gólos. És most ő védekezik jól, igaz, lábbal. Eklemovics újra irányítóba. Nagyon gyorsan teszi, amit tesz. Makait kiszórják. Eklemovicsnak ütött oda. Az első kiállításunk a mérkőzésen. A szegedieknél is csupán egy rossz csere miatt volt. 2 perces büntető, elmondható tehát, hogy egyelőre sportszerű keretek közt zajlik a mérkőzés. Eklemovics. Bendo az utolsó pillanatban tudja megakadályozni, hogy leforduljon Eklemovics. Budai. Rosta. Visszakapja Budai, Eklemovics, nagyon megcsinálják a helyet. Avar, és Tyetyák feje fölött, Avar György a gólszerző. 14-9, újra kialakul az 5 gólos szegedi előny. Jól játszották meg ezt a támadást. Középre húzták a falat, aztán egyszer csak Avarnak támadt nagy lehetősége. Fekete. Németh Zoltán. Egy jó visszahúzás a rövid alsóba. 14-10. Németh 3 gólos. Bendóval együtt ők a legeredményesebbek 3-3 góllal a hazai csapatban. 27 perc elteltével 14-10 oda. Eklemovics labdáját Rosta kiejti, és megítélik a szabad dobást. Igen, hát utána volt egy lökés, ez tény. De hogy a labdát Rosta nem fogta meg, hanem kiesett a kezéből, az is biztos.
utána belekaptak a szemébe, ez tény. De az első hibát Rosta követte el. Bendo úgy szerezhette meg a labdát, hogy akkor még nem szabálytalankodtunk. Na mindegy, visszakapják a labdát a piros mezesek. Eklemovics pedig most azt hiszem, hogy nagyképű volt. Az első megmozdulása gyönyörű volt, az bejött, és most átlövésből akart lőni egy gólt. Nagyon mellé lőtt. Ezen a szinten nagyon mellé. Ez a mellé. 14-10. Jöhetünk három gólra. Fejes a pályán. Golovin irányít újra. Német. Nagyon jól védekeznek a szegediek most. Német leráz egy ember, Rosta aztán kiszedi a kezéből a labdát, mutatja is, csak hát éppen Dorost ki is állítják. No kérem szépen. Mi kiegészülünk, a szegediek pedig emberhátrányba kerülnek. Megvan tehát az első olyan kiállítás is a szegedieknél, ahol kemény védekezés volt az ok a kiállításra. Ez jelzi, hogy keményedik a találkozó. Bendo, Fekete be kell vinni, Laci! Úgy van, szökken, sasszézik egyet Fekete Laci, és megtörik a jég. Végre ő is szerez egy gólt. 14-11. Három a különbség. És az emberelőnyt újra gólra tudjuk váltani. Egy percen belül vagyunk most már a találkozó első fél idejének játék idejét tekintve. Nagyon nagy a lökdösödés, Bartók Golovint fellökte. Törlés, csak törlés, ezért állítják meg a bírók a játékot. 46 másodperc az első fél idő hátra lévő játék ideje, és kerek egy percig vannak hátrányban a vendégek, tehát 14 másodpercet majd még emberelőnyben játszhatunk a második fél időből. Jó lenne kivédekezni ezt a támadást. Hátrányban vannak a szegediek. 46 másodperc. Sokat kell majd apróbb szabálytalanságokat elkövetnünk. Nézzük. Nagy László. Eklemovics. Golovin. Jó a védekezés. Ajajajaj. Berta szélről. Fölemelkedik és ember hátrányból átlövés gólt szerez. Második gólja volt ez Bertának. 20 másodperc. Emberelőnyben vagyunk, gyerekek. Gólt kellene lőni, hogy három legyen a különbség. Megy az idő. Golovin nagy labda és kiejti. Fejes. Pedig mintha odaütöttek volna neki. Budai el tud még menni. Bendo Csaba, 2 perc. Bendót kiállítják. Budainak visszarántotta a karját. Bendo Csaba nem ismeri el. Hát ez olyan gyorsan történt, megvallom. Nem láttam igazán, hogy mi történt. Az tény, hogy Budai elesett, a labdát nem tudta kapura tenni, Bendót pedig kiállítják. 15-11 és 3,9 másodperc. Most már az a legfontosabb feladatunk, hogy ne kapjunk gólt. Jó, lesáncolja Németh Zoltán Budai lövését, és már a sarokdobásra nem jut idő. Vége az első játékrésznek. 4 gólos hátrányba kerültünk 30 perc után. Kiskörös Pikszeged 11-15.
5-11 arányú szegedi vezetéssel folytatódik a mérkőzés. 4 gól előnyre tett szert táblázott bronzérmes helyén álló vendégcsapat. Kiállítások vannak még életben, a szegedieknél 14 másodpercig, nálunk pedig 1 perc 55, hiszen 5 másodperccel a vége előtt állították ki Bendó Csabát budai visszarántásáért. Nálunk a labda, ott kéne töltenünk ezt az emberhátrányt támadásban. Doros jön, Makaihoz érkezik, kiegészülnek a szegediek. Makai Ejgolovi második kapufát lövi a mérkőzésen, avar indul, hát sajnos rögtön kihasználják az ember előnyt. Nagy Péter állt közben a kapunkba, avar második gólja ez. Farkas Roland. Szabad dobás. 55 másodperc múlva a kiegészülő. Makai. Farkas Roland. Miért? Hát miért kell belefújni? Farkas Roland tisztán kapta a labdát, befordult, gólt lőtt és belesípolnak. Egy gólt most elvettek tőlünk. Igen. Rosta sportszerűen elismeri, hogy ő bizony beleért ebbe a lövésbe. Sarokdobás. A játékvezető egyéb iránt magától szerintem nem vette volna figyelembe ezt a dolgot. Fekete. Tovább Makai. Német! És kihagyja az itszert Németh Zoltán. Bartók pedig megindul, és Nagy Peti! Éppen akartam mondani, hogy ha egyszer Bartók így megindul, akkor aztán van félnivalónk. Hát most is volt félnivalónk, de Nagy Péter jobb lábbal kirúgta a lövést. Jó védéssel veszi félidő elejét Nagy Péter. Nagy László, újabb Nagy Péter védés, kitolja a labdát Nagy Peti, egy percen belül 2 góltól menti meg csapatát. Fekete, ott a helyzet, ajjjjjj! És egy újabb nagy nevű ember, Nagy Zoltán, hát most nagy nevű emberek a főszereplők, Nagy László, Nagy Péter, Nagy Zoltán. Nagy dolgot mutatott be mind a három nagy ember. Bartók az irányító. Doros jön ki a falból, avar jön a szélről. Ez belemenés. Makai szinte háttal volt az eseményeknek, mikor Nagy László ráugrott. Budai. Doros maradt tiszta helyzetben, és be is lövi a helyzetét. Doros Ákos. Második gólja volt Dorosnak. Avar és Doros góljaival tehát 17-11-re nő a különbség, és ez a 6 gól, ez a találkozó eddigi legnagyobb különbsége. Németh. Blokkolják a lövést, most Doros volt az, ajjajajajaj, Németh Zoltán a jobb bokáját fogja, fájdalmas arccal. Ez nagy baj lesz, hiszen mint mondtam, Szotyori nem játszhat a mai találkozón, 11 felnőtt mellett 4 ifista kapott helyet. Koleszár edző addig Golovint hívja magához, amíg Németet ápolják. A kispadon egyelőre Fekete és Tóztich. A hadrafoghatóak közül aztán még ott van Juhász István és a 3 fiatal.
Szabó Tamás, Harcos Károly és Szentgyörgyi Józsi. Németh Zoli pedig továbbra is a földön. Nem tud ráállni sem a jobb lábára. Bendó és Fejes segítik le a pályáról Németh Zoltánt. Ahogy elnézem, nem sok jó lesz ebből a bokafájdalomból. Minden esetre Bényei, Gyúró és Tüske doktor a kispadon ápolják tovább Németh Zoltán. Golovin megy ki, jobb átlövőbe, Makai irányít. 17-11 a Szeged javára. Makai. A bejátszásba beleérnek a szegediek, és a közönséget veszélyeztető megmozdulást láthatunk. Makai mellélő. Jó volt az elgondolás, de a végrehajtás nem volt pontos. Budai. Budai tolsztik. Hát! 2 percre kiállítják. Az az igazság, hogy tolsztik elé állt, Budai pedig egy nagyon nagyot esett. Hát nem tudom, hogy a lökés tőle, vagy ütés miatt állították ki a bíró. Minden esetre megint emberhátrányba kerülünk. Szergej Tolsztik. És az az érdekes helyzet alakult ki, hogy a mi 3 kiállított emberünk, Bendó, Makai és Tolsztik mind-mind úgy került kiállítás sorsára, hogy előtte kaptak egy-egy sárga lapot. Aztán kiállították őket 2 percre. Ők 3-an tehát, akik eddig erre a sorsra jutottak a mérkőzésen. Budai középen most Nagy László visszakontrázza a labdát, és Budait újra szabálytalanul állítjuk meg. 7 méteres következik. Bartók Csaba. Nagy Péter. Mellé! Bartók elhibázza a büntetőt. Nagy Péter jól zárta a szögeket. Fogalmazzunk így. Marad a 17-11, és másfél percig vagyunk még hátrányban. Bendó! 7 méteres. Bendó olyan gyorsan csinálta a dolgot, hogy Avar széttárja a karját. Benne volt a dologban az, hogy esetleg meglökték közben Bendót. Na nézzük. Nagy Zoltán kijön 3 méterre a kapujából, és nem tudja védeni Bendó lövését. Így ember hátrányból szépítünk. 17-12. Ez volt az első gólunk a második félidőben. 6. percben járunk. Eklemovic Budaival játszik össze. Avar elvállalja, Nagy Péter hárítja. Nagy Peti 3. nagy bravúrja, ha a 7-est is ide vesszük, amelyet ugyan nem ő hárított, de hát ő volt a kapuban, aki szembenézett Bartókkal. 4. sikeres. És Makai, tehát Nagy Péter 4. sikeres hárítása után Makai gólt szerez, és ezzel 17-13 2 gólt lövünk emberhátrányból. A második félidőben eddig tehát 2-2. És Gerhátot visszacserélik. Eklemovic pedig beverekszi magát, és gólt lő. Makai is a földön marad, a jobb térdét fogja. Ajaj. Eklemovic góljával 18-13. Újra munkában Tüske doktor és Bényei Gyúró.
most ránk jár a rúd. Németh Zoltán is a kispadon. A jobb bokáját fájlalja, a cipő is lent van a lábán, lábáról. És most Makai. Valószínű, hogy Ekremovicsal ütközhetett és összekoccant a térdük. Odaül Németh mellé. Egyelőre még nem ül. Próbálgatja a jobb térdét Makai Máté. Még mindig ember hátrány. Most azonban kiegészülünk. Tolstik jöhet a pályára. Hát van gondunk bőven. Emberünk egyre kevesebb. Most két beállóval játszunk. Fejes és Tolstik a falban. Fekete. Bendo. Hetes. Belül védekezés. Hát a játékvezető orra előtt lép Németh Attila. Egy méterrel a büntető területen belülre. Ott megállítja Bendót, és csak szabad dobás. Fekete kap szabad dobást. Farkas Roland, Berta Róbertel. Bartók most védekezésben is a pályán. Blokkolják, és Gerhát vetődik a lepattanóért. Farkas Roland még elmegy, hogy átha sarokdobás lesz a dologból. De sajnos Gerhát pár duc mozdulattal vetődött, hogy beleérjen a labdába, és így megszerezze a labdát csapatának. Nagy László, Bartók, Ekremovics le a szélre, Németh Attila, Bendo jól védekezik. Ekremovics megint nagy labdát ad, Németh Attila benne a falban, 7 méteres. Budai Dániel vállalja el, Nagy Péter. Nincs meg, Budai belövi. 19-13. Budai második gólja. Az első félidőben akcióból szerzett egyet. Bendo. Bendo lebontja a reklámokat. Németh elvállalja, hogy ő szabálytalankodott. Tolstik lejön. Makai visszatér. Na ez jó hír. Golovin jó lövőcsel. Rosta odaér időben. 10. perc kezdődik a második játék részben. 6 gólos vendégelőny. Fekete. Farkas Rolandot. Igen. Nagy László elvállalja, hogy meglökte. Amikor a labda odaért már Farkas Roland kezéhez, akkor már nem volt ott szegedi védő, viszont annyira kibillentették az egyensúlyából, hogy nem tudott megállni a labdával a kezében Farkas Roland. Így tehát szabad dobással folytatódik a mérkőzés. Fejes most a beállós, Makai visszajön irányítóba. Golovin a jobb átlövő. Makai fölad Feketének, Fekete nem tud lőni. Leblokkolja Bartók Csaba. Fekete visszakocog a helyére. Most egy kicsit talán aktívabb játék kellene. Határozottabb játék. Gerhát védi Makai lövését.
marad a 19-13. 11. perc. Berta. Eklemovics irányítóban. Bennát, Doros, Bennát a hatoson belül, hát innen láttam. Eklemovics nagy labdát adott, de hát egy cipőnyomra legalább bent volt a lába Dorosnak, és megadja a játékvezető a gólt. Nagy Péter is méltatlankodik. Doros harmadik góljával 20-13. Fekete. Ott a helyzet, Farkas Roland, megvan a gól. És most Nagy László kap a térdéhez, ütközött Farkas Rolanddal. Makaihoz hasonlóan Nagy László is a jobb térdéhez kap, fájdalmasan fekszik a földön, nagy baj lehet. Farkas Roland harmadik góljával 20-14-re alakul a mérkőzés eredménye. Kővári mester is odagugol Nagy László mellé. No, talán nem lesz olyan nagy a probléma. Egy-egy ilyen ütközésnél bizony a térdek, ha összekoccannak, egy-egy darabka akár le is törhet a tért kalácsból. Veszélyes dolog. Nézzük a szegediek támadását. 20-14-nél. Eklemovics. Bartók. Bartók bebombáz egy újabb gólt Nagy Péter kapujába. Bartók játék stílusa ellen egyelőre nincs ellenszerű. Ha egyszer ő úgy gondolja, hogy kapura tör, akkor abból gól lesz. 21-14. Fekete. Makai lejti a labdát, Bendó lövését hárítja Gerhard. A kipattanót Német Attila lehalásza, és indulhatnak a szegediek támadni. Bartók. Tolstik most időben odaér. Törlés. És utána szabad dobással folytatódhat a mérkőzés. Eklemovics beszélt meg valamit Bartókkal. Nagy Péter, ajaj! És Makait kiállítják. Másodszor a találkozón. És van egy sárgája is Makainak. Veszélyes helyzetbe került tehát Makai Máté. Bartók, Eklemovics. Nagy László lövését Nagy Péter gyönyörűen hárítja. Mérgelődik Nagy László. Nem így gondolta ő ezt. És időkérés. Koleszár a játékvezetőkkel foglalkozik, meglátásai voltak,
de most időt kér. Egy 14-es állásnál a mi időkérésünk után folytatódik majd a játék. Németh Zoltán továbbra is kispadon harcképtelenné vált a mai mérkőzésre biztosan. Ember hátrányban vagyunk, Fejes jön irányítani. Bendo, Golovin, Fekete, Golovin, jó labda, Farkas Roland befordul, 7 méterest harcolunk ki, ember hátrányból. Bendo Csaba második büntetőjét, illetve a harmadikat végezheti el a félidőben, a második félidőben a második ez. És Gerhát kivédi. Gerhát hárítja Bendo büntetőjét. A 14. percben 21-14. Egy percig még ember hátrányban vagyunk. Eklemovics. Bartók lövését Nagy Péter hárítja. Nagy Peti mindent megtesz. Bendo kifelé cselez. Ott a zicser, Fekete, be kell lőni, Laci! Hihetetlen! Hihetetlen nagy zicsereket puskázunk el. Hetest kiadjunk. Golovin labdát szerez, na Fekete! Farkas Roland elvállalja. És kapufa! Fekete, bennáll a véd. És elveszi a labdát tőlünk lökés miatt a játékvezető. 9-es számmal Olá Gábor a pályán. Övé a kipattanó. Zicserek sorozatát puskázzuk el. Bendo hetest hagy ki. Fekete majd Farkas Roland ront el. Elronthatatlant. A háromból kettőt Gerhát Zoltán védett, egyszer pedig a kapufa segített neki. Eklemovics, Budai. Bendo. Jól van, nem esett el Eklemovics. Ha elesett volna, bizony bajba kerültünk volna. Így most csak szabad dobás. Rossz labda. Doros felé pontatlan labdát adott Nagy László. Bendo, Fekete, mi lesz ebből? Gól! Fekete most bátran ráviszi a labdát, és három védő között most bezzeg be tudja lőni Fekete. Aki az előbb ennél sokkal nagyobb helyzetből nem tudott gólt szerezni. 21-15. Fekete második gólja. Nagy László, Eklemovics. Belemenés Makaiba, Makai vállába, és Eklemovics, hogy szerezte meg a labdát? És ők lőnek gólt. Nem, a kapufa most nekünk segít. Eklemovics, hogy tette vissza a mezőnybe a labdát? Bedobás helyett majdnem gólt lőtek belőle. Így marad a 21-15, és a 17. percnek is lassan vége. Makai. Fejest ellökték. Páros kiállítás. Hát. Fejest ne
nem hiszi el. Rostának ugye van vaj a füle mögött, ő ballag lefelé. Fejes Endre viszont nem érti a dolgot. Én sem, tegyük hozzá. Fejes és a másik kiállított Rosta. Ez a tipikus játékvezetői exhibicionizmus, szereplési vágy számlájára írható dolog. Egyszerűen érthetetlen. Bendónak odavágnak, hát ez hetes. Hát Bent szalad, német gólhelyzetben üti le Bendót. Hát nem fújnak nekünk hazai pályát, az biztos. Golovin. Nagy labda, és Gerhát még most is a mozdulatot keresi, hogy hogyan háríthatta volna ezt a Farkas Roland ejtést. Nem érti. A szemébe ment valami, ezzel magyarázza, hogy Farkas Roland ejtését miért nem érte el. Nagyon megtréfálta a szegedi kapust Farkas Roland, aki a negyedik gólját lövi a mérkőzésen, és 21-16, 5 gólra jövünk föl. Bartók pedig valószínű, hogy Fauttal együtt lő gólt, hiszen Nagy Péter feje fölött ment be a kapuba a labda. Lehet, hogy nem így akarta, csak lövés közben megütötték a karját. Mindenesetre 22-16, és Bartók a gólszerző. Makai. Kapufa, Farkas, Zitzer, és lábon lövi Gerhátot. Most bizony Farkas Roland csatát vesztett Gerhát Zoltánnal szembe. Budai pedig elkapkodja. Makai combja odaér a lövésébe. Hát Farkas Roland most Zitzert hibázott. Sokadik Zitzerünket hagyjuk ki. És még így is csak 6 gól a különbség. Képzeljük el, ha belőjük ezeket a heteseket, Zitzereket. Lépés, hiba. Hát így van, fázis késéssel jönnek ezek az ítéletek. Eklemovics duplázott az utolsó lépésnél. És nem volt egyértelmű és azonnali a bírói sípszó. Csak miután már belőtte a hálónkba a labdát, veszélyeztetve ezzel Nagy Pétert is, aki egyértelműen gondolta, hogy 4 lépésből nem fog lőni majd Eklemovics. Marad a 22-16, Fekete rácsap Orosta a kezére, aki időközben letöltötte büntetését Fejessel együtt. Így tehát mindkét csapat teljes létszámban, és most kezdődik meg az utolsó 10 perc. Fejes kiejti a bejátszást. Gerhát visszafogja magát, nem indít. 6 góllal vezet a csapata idegenben. Nincs értelme kapkodni. Helyen álló csapat otthonában vezetnek. Nagy Péter óriási bravúrral most budai lövését hárítja. Fekete, jó labda, Golovin, megint kapufa, már megint a kapufa, és egy zicser ismét. A közönség hetest reklamál, Golovint megütötték. Ez biztos, nem kapunk hetest. A sokadik zicser a második félidőben. Három csak a kapufán csattant. Hármat legalább Gerhátba lőttünk. Hetest hibázott Bendó. Ez már így összesen 7. És a különbség 6. 22-16-ra vezet a vendégcsapat. Ha nem is 100%-osan, de 90%-osan, ha értékesítettük volna az ittszereinket, most legalább döntetlen lehetne az állás. Bartók, Makai.
Makai veszélyes helyzetben van, egy sárgányira a végleges kiállítástól, most megúszta. Doros. Bartók birkózik Makaival. Eklemovics tovább Bartóknak, tiszta a helyzet, be is lövi Bartók Csaba. Hetedik gólja a szegedi csapatkapitánynak, aki 68-szoros válogatott mellesleg, és 30 éves, tehát rutinos játékosnak mondható. Makai. Fekete. Budaival szemben lefordulni próbál Fekete. Gyorsak lábbal a szegediek. 7,5 perc van hátra, 23-16. Golovin újra lövéssel próbálkozik, Rosta pedig blokkol. Sarokdobás. Golovin. Makai. Melkason találja Gerhard Zoltánt. Rossz lövés. Pontatlan, előkészítetlen lövés. Gerhardnak meg sem kellett erőltetnie magát, hiszen eltalálta a labdával Makai. Hetes számmal Vadkerti Attila a jobb szélen a szegedieknél. Nagy Péter véd, de Bartókot meglöki Tolstich. Büntető. Tehát a szegedi edző Kővári Árpád úgy gondolja, hogy most már jöhetnek a cserék, jöhetnek a fiatalok, Olá Gábor és Vadkerti Attila, az új generáció tagjai. Avar pedig még a régi generációból, hiszen ő 64-es születésű, 36 esztendős, ötszörös válogatott, ős szegedi. Egy időben ő volt a 7-es lövő, a 7 méteres lövő Szegeden. Most is belövi. 24-16, 8 a különbség. Itt a végén sajnos az erőbeli különbség kezd kidomborodni. Makai. A helyzetek, az itszerek elpuskázása is összefüggésben van az erőlléttel, hiszen amíg magabiztos, erőteljesen kapura törő támadójátékos vállal egy zicsert, addig jóval nagyobb esélye van. Bendo most ésszel oldja meg a problémát, becsapják Vadkertit, a fiatal szegedi balszélsőt. Golovin és Bendo összehoz egy gólt. Bendo 5 gólos, 3 akció és 2 7 méteresből szerzett gól. Egy büntetőt elhibázott Bendo Csaba. Bartók mekkora helye van, és hogy lövi el? A legjobb szögből láthattuk az eseményt. Bartók nagy formában. 8 gólos, egyet hetesből, hetet akcióból lő Bendo Csaba, illetve Bartók Csaba. 5 perc van hátra, 25-17. Vadkerti Attila szegény újra lemarad, Bendo Csaba ismét megveri. Ez még mély víz a fiatal szegedi játékosnak. Csóválja is a fejét szegény. Oda megy hozzá Doros, megpróbálja elmagyarázni neki, mit kellett volna csinálni. Eklemovics.
Dorost jól állítjuk meg, no, Makai és Tolsti utolsó erőtartalékaikat mozgósították ehhez a szereléshez. Bartók, Nagy László, Makai jól védekezik most. Berta jön föl, és lő egy gólt. Felkanyarodik a szélről, és felugrásból átlövés gólt szerez Berta Róbert, ez a harmadik találata. A második fél időben az első gólja volt. 26-18. 3,5 perc van hátra. A mérkőzést most már nyugodtan kijelenthetjük, hogy megnyerte a Szeged. Az nem mindegy, hogy ezt az utolsó néhány percet hogyan zárjuk. Hát ez most egyelőre eddig egy negatív dolog. Doros a legmagasabb szegedi, lefutja a mezőnyt, labdát szerez. És Golovin hiába lohol utána, Doros Ákos negyedik góljával 9-re duzzad a különbség. 27-18, Tyetyák közben a kapuba állt a végére. Nagy Péter jól védett, de most hátha frissít valamit. A kapuban Koleszár György úgy gondolja, vált, Bartók lábához ér a labda. A szegedi közönség pedig állva ünnepli kedvenceit, hát jó néhányan eljöttek Szegedről. Fekete lövését Gerhát hárítja, Bartók megáll, fölállnak támadni. 2 perc, 10 másodperc, 27-18. Hát úgy gondoltam, hogy a 10 gólos különbség nem lesz meg. De a végére megtizedelődünk, Németh lesérül, Makai sem teljes értékű, mellesleg két kiállítás és egy sárga lapja van. És hát elfogy az erő a végére. A nagyobb tudás, a több jó képességű játékos. Eklemovics elront egyet. No, talán belül maradunk a tizen. A több minőségi csere. És talán a jobb erőllét. Ez dönt a mai találkozón. Amíg győztük erővel és cserékkel, addig jól álltunk. 4-5 gól volt a különbség. Fekete szabaddobás. Így a végén tesznek hozzá még a szegediek egy lapáttal. És 9 gól jelenleg a különbség. 1 percen belül vagyunk. Labdát szereznek. Eklemovics teszi tovább. Berta! És Tyetyák! Tyetyák megmenti a 10 gólos különbségtől a csapatot. Most már kijelenthetjük, és egy zicser még? Farkas Roland be kéne vinni, nem lehet. Doros és Berta, ajj Roland, elkapkodtuk ezt, elkapkodtuk, és még fél perc van hátra. A 9 gólos különbség megmaradhatott volna, ha ott maradunk támadni. Farkas Roland gólt akart lőni szabaddobásból. Így most a szegedieknek még egy lehetőségük van arra, hogy 10 gólra kerekítsék a különbséget. Nagy László kapná, nem kapja. És Berta, Tyetyák hóna alatt, belövi. Vége. Bendó még eldobja középkezdésből. 28-18 arányban győz a PIK Szeged csapata. Berta Róbert negyedik góljával zárul a mérkőzés. Az erőviszonyokat és a táblázaton elfoglalt helyeket tekintve papírforma a szegediek győzelme. Talán a 10 gól túlzott egy kicsit. A 4-5 gólos vereség reálisabb lett volna, de valljuk be őszintén, a végére elfogyott az erő, a koncentrálás. Zicsereket hibáztunk. Labdákat veszítettünk támadásban, és ezzel 10 gólra nőtt
a bronzérmes helyen álló csapat előnye. Így tehát a végeredménnyel búcsúzom. Kiskörös, PIK Szeged 18-28. A viszontlátásra, a viszonthallásra.